Sok szeretettel köszöntök mindenkit legújabb videónkban, ahol egy olyan problémával fogunk foglalkozni, ami nem egyedülálló sajnos, bár egy etnikummal kapcsolatban szoktunk általában foglalkozni ezzel a térhódítással. Most egy teljesen másik nemzetnek a tagjai azok, akik megpróbálnak elfoglalni egy magyar települést, ennek járunk a nyomában. Most, hogy megérkeztünk Rajkára, egészen döbbenetes kép várt minket, hiszen rengeteg megkeresést kaptunk itt a környéken és a településen élőktől, miszerint egész egyszerűen elmagyartalanodik ez a település, és hát az önkormányzat valami oknál fogva nem tesz semmit, a magyarok pedig egész egyszerűen kisebbségbe szorultak a saját hazájukba. Most utána járunk annak, hogy ez mit jelent a hétköznapokban, és mit jelent a gyakorlatban, és miért különösen veszélyes ez a folyamat, hiszen láthattuk 100 évvel ezelőtt, hogy az elhibázott kisebbségpolitikánk hova vezetett. Jelen pillanatban Felvidék éppen ezért nem Magyarországhoz tartozik, hanem Szlovákiához, egy másik országhoz. Mi pedig nem szeretnénk, hogyha már az egyébként is megcsonkított országunkat tovább csonkítanák, tovább foglalnák más nemzetek fiai. Találkoztunk egy pár helyi lakossal, mert azt szerettük volna önöknek szemléltetni, hogy ne csak a mi szemüvegünkön, a mi nézőpontunkon keresztül lássák ezt a problémát, amivel ők szembesülnek nap mint nap, hanem mondják el ők maguk, hogy hogyan próbálják eltovákosítani ezt a települést. Neked mi a tapasztalatod, hadd kérdezzem meg, hogyan élitek még ti ezt a mindennapokba? Hát mi ezt sajnos elég nehezen, mert elég sok konfliktus van velük. Tehát a fiatalságtól kezdve az összes. Ez mit jelent? Tehát ők valahogy éreztetik, hogy nem ide valók, és egy felsőbbrendű érzés van bennük? Nagyon sok van közülük. Igen, nagyon sok, aki azt mondom, hogy rendes, tehát azért próbál beilleszkedni, de nagyon sok nem. És arányaiban ti tudjátok nagyjából, hogy hány százalék most már a szlovákok száma Rajkán? Hát több mint 50. Több mint 50, tehát már a mérleg átbillent akkor. Igen. Itt most van egy olyan hiedelem is, hogy valószínű, hogy lesz polgármesterindítás ő részükről. Tehát már nem elégszenek meg azzal, igen, hogy vendégszerető népként, igen, befogadtuk, igen, őket, hanem most már egyenesen a vezető, ugye, pozícióra törekednek. Előző, olyan, mintha mi lennénk a kisebbség. Szóval hát az is most van. Már azok most már azok vagyunk számok alapján sajnos. És igen, úgy is érzem magam. Ha nem tud az ember szlovákul, akkor legyintenek, és mondják, hogy idiót. Tehát az alapvető követelmény lenne részükről, igen, hogy egy eredeti anyaországi magyar, azt tudjon szlovákul, minimum az ő kedvükért. Igen. Érdekes észjárás. És ha jól szinten tudom, akkor te édesanya is vagy. Igen. Esetleg a gyermekednek okoz valamilyen problémát, ez a helyi közössége, hogy működik ez a gyerekeknél, hogy működik ez? Igen. Ők magyar iskolába járnak, vagy van már szlovák óvoda, szlovák iskola? Rajkai iskolába, óvodába járnak. De ez úgy van, hogy bölcsödés és óvodás korig ide Rajkára, igen, aztán amint elsős lesz a csemete, már Pozsonyba. És az óvodában volt már akkor ilyen megkeresés esetleg, hogy szeretnék, hogyha szlovák nyelven is a csemetéiket nevelnék? Én ezzel kapcsolatban küldtem is neked egy, igen, egy szlovák nyelvű hírműsort, így híradónak egy műsorát, amiben egy rajkai szlovák lakos azt híresztelte, hogy itt már a magyarok tanulnak szlovákul. Mivel, hogy ez már Malá Bratislava, azaz Kispozsony. És azt hagyd kérdezzem meg tőletek, hogy valamilyen nagyon durva atrocitás, vagy egy nagyon kellemetlen élmény az számotokra volt már egyébként ez a szlovák közösséggel? Konfrontálódtatok már valamilyen szinten velük? Igen, igen. Nekem a lányomat rángatták meg kapucniánál fogva. Másik meg, mikor a kisfiamat rollerozott, szlovák kisgyerek elvette a rollerét, ledobálta az árokba, megrugdalta, kisfiamat megütögélte, meg kiabálta, hogy fák, fák. Kisfiam, mind a bolondok úgy jött haza. Hát meg volt ijedve. Nem is ment. Tehát akkor a gyerekek közötti, igen, atrocitás is már, igen, tetten érhető. Igen. És akkor a felnőtt lakosság is surlódik azért, igen, hogyha, igen, jól hallottam. Nektek esetleg valamilyen más példátok volt már ezzel kapcsolatban? Igen, igen, ezzel kapcsolatban kaptam én is az elmúlt hónapokban egy Facebook posztot, tehát bejegyzést, hogy a Rajkán található egyik szlovák lakópark játszóteréről elzavartak egy magyar kislányt, amiért magyarul beszélt, azzal a szöveggel, hogy ezt nem nektek építették.
tehát Rajkán, ha jól értem, akkor egy tőzsgyökeres magyar kislányt, azért zavartak le egy játszótérről, mert azt a magukat egyébként akkor úgy látszik, hogy felsőbbrendűek érző szlovákok saját maguknak építették, nem pedig a magyaroknak, akik egy településen élnek velük. És hogyha jól tudom, ez a szlovák nyelvnek a térhódítása, ez már azt a szintet is átlépte, hogy a helyi evangélikus közösségben, a helyi evangélikus templomban már szlovákul tartják az istentiszteletet? És ez mióta? Tavaly évben kezdték kiharcolni maguknak a saját maguk finom rámenős módszerével, és azt érték el, hogy ez év április 6-ától már itt rendszeres szlovák nyelvű evangélikus szentmiséket tartanak. Március nem is tudom hányadikán, talán 6-án pedig volt egy petíció, amit a szlovákok írtak alá Rajkán, amit benyújtottak a győri püspökségre, amiben kérvényezték, hogy engedélyezze a püspök atya a jövőbeni szlovák nyelvű szentmiség bevezetését is a rajkai katolikus templomban. És rajtatok kívül egyébként a többi helyi ők hogyan élik meg ezt a mindennapokban? Hallatják-e a hangukat? Adnak-e valamilyen véleményt ezzel kapcsolatban? A Facebookon rengeteg negatív véleménnyel találkozik az ember. Tehát akkor kifejezetten nem értenek egyet a helyiek ezzel a folyamattal. Igen. Viszont megkeresésünkre rengetegen nem merik felvállalni nyilvánosság előtt a véleményt. Mert hogyha jól tudom, valamelyikőtől kapott fenyegetést is, ugye? Azt hiszem te voltál, András, aki fenyegetést is kapott. Itt egészen pontosan mivel fenyegettek meg? Itt azzal fenyegettek meg, hogyha nem hagyom abba a rajkai szlovákoknak a piszkálását és az életüknek a minél inkább ellehetetlenítését, akkor gondoskodni fognak róla. Értem, ez akármit is takar. Tehát, hogy te nem ellehetetleníteni szeretnéd az itt élő szlovákokat, hanem egész egyszerűen nem szeretnéd, hogyha ők lennének a többség. Itt jön be a szerepe a helyi önkormányzatnak, hiszen a helyi önkormányzat helyben, mint ahogy a nevében is benne van, kormányoz, és egész egyszerűen nekik nem most kéne ezzel a problémával szembesülni, hanem preventíven ezt meg kellett volna előzni, ezt ki kellett volna egész egyszerűen kerülni, ezt az egész slamasztikát, amiben most vagyunk, hiszen az mellett, hogy tényleg vendégszerető nép vagyunk, természetesen elvárjuk mindenkitől, aki idejön a mi országunkba, és itt szeretne letelepedni, itt szeretne életvitelszerűen lakni, hogy fogadja el a mi szabályainkat, a mi törvényeinknek megfelelően éljen, beszélje a mi nyelvünket, és integrálódjon, hiszen ő itt a vendég, nem pedig mi. És az az erőszakos térhódítás, amit a szlovákok jelen pillanatban megengednek maguknak Rajkán, mi azt gondoljuk, hogy az egész országban megengedhetetlen. És mi lépten nyomon az országot járva azt tapasztaljuk, hogy sajnos a magyarok egyre inkább elszegényednek ezzel az inflációval és ezzel az árrobbanással, nem tudnak mit kezdeni, és látjuk, hogy ez a lakhatásukra is rányomja a bélyegét. Egész egyszerűen nem tudják maguknak megengedni, hogy valamivel szebb vagy drágább ingatlant vásároljanak maguknak. Itt viszont azt láttam, hogy paloták és lakóparkok és nagyon sok 10 milliós házak épülnek. Hát kik tudják ezt megvenni? Hát melyik szlovák réteg költözik ide, hiszen gondolom, hogy nem az egyszerű gyári melós. Ugye azt beszéltük, hogy Pozsony közelsége az, ami ide vonza őket, és már kis Pozsonyként emlegetik Rajkát, ami a Gúnyhatáron túl magyar földön helyezkedik el. Kik azok, akik akkor ide jönnek és megengedhetik maguknak azt, hogy ilyen házakban éljenek? Hát többnyire azok a pozsonyi ingatlantulajdonosok, lakástulajdonosok, akik Pozsony vonzerejének köszönhetően rettentő borsos áron 200 ezer euró feletti összegben tudják eladni ingatlanjaikat a Kelet-Szlovákiából, ugye a munka nélküliség miatt Pozsonyba költöző szlovákok. És akkor itt gyakorlatilag mindenki becsületes úton kereste meg erre a házra valót, vagy azért úgy hallottam, hogy voltak azért olyan kivételek is, amikor nem igazán a legbecsületesebb, a legtörvénytisztelőbb réteg költözött ide Rajkára. Erről tudtak egy pár szót mondani, mert nemrég a híradóban is benne volt. Hát ugye nem feltétlenül a törvénytisztelő állampolgárok költöznek csak Rajkára. Ennek is köszönhető, hogy több ízben meggyűlt a teknek a baja Rajka községen. Nem is az egyszerű rendőrségnek, hanem a TEK jött ki egyenesen. Így van. Legutóbb pár hete volt itt egy hatalmas razzia a környéken. Mit talált a TEK? Egy hatalmas méreteket öltő fegyverarzenált. Tehát akkor azt jelenti, hogy szlovák mafiózók is költöznek Rajkára ezek szerint? Vagy fegyverkereskedők egyenesen? Hát mindenképpen rengeteg törvényt nem annyira tisztelő polgár, szlovák állampolgár is keres menedéket Rajkán. Tehát akkor azok a luxus autók, amiket láttunk itt a településen körbeautózva, azokhoz a luxus ingatlanokhoz tartoztak valószínűleg, amit akkor ők birtokolnak.
ők is, meg hát ugye mindenképpen annak is köszönhetők ezek a luxusautók, a Szlovákia, tehát Pozsony árkategóriája és Rajka árfekvése közti hatalmas különbség. Értem. Tehát magyarán mondva, egy pozsonyi ingatlant el lehet adni 200.000 euróért, ennek a töredékéből Magyarországon gyönyörű házat lehetett, főleg még 10 évvel ezelőtt építeni, és a maradék pénzből pedig akár két BMW X5-ös vagy annál magasabb kategóriájú luxusautóra is jutotta. És nem tudom, hogy ez csak Rajkán? Nem, sajnálatos módon ez a jelenség nem ér véget Rajkán, hanem gyakorlatilag Pozsony 30-40 kilométeres vonzás körzetét, köztük Bezenyét, Dunakilitit, Fekete-Erdőt, Dunaszigetet, sőt, még az osztrák határhoz közel található Hegyeshalmot, Levélt és Mosonmagyaróvárt is érti. Ez egy járási terület gyakorlatilag. Igen. Lassan. Hát hogyne. Tehát akkor már nem csak egy településünk, hanem gyakorlatilag lassan egy egész járási területünk fog elveszni, hogyha azt vesszük, hogy milyen demográfiai arányok lesznek a meghatározók itt a jövőben. És előbb említetted azt hiszem Bezenye települést, hogyha nem tévedek és jók az információim, hogyha jó értesüléseket kaptam, akkor ott a helyi lakosság egy helyi népszavazást indított el. Pontosan mi ellen is indították ezt a helyi népszavazást? Így van, október 9-én Bezenyén egy népszavazást veszi kezdetét. A Bezenyei Mezőgazdasági Szövetkezet területén található mintegy 100 telket fognak, tehát szeretnének kimérni, amin egy lakóparkot, szlovák lakóparkot fognak létesíteni. Szeretnének létesíteni jelenleg. Tehát, ha jól értem, akkor újabb szlovák lakópark fog épülni egy másik településen is. Így van, ez a terv. Hát szép jövő elé nézünk. Természetesen, hogyha rajtunk fog múlni, és ha mi kerülünk egyszer olyan kormányzati pozícióba, akkor szó nem lehet arról, hogy magyar településeket bármelyik nemzet fia elfoglalja, és a magyarokat kiszorítsa a saját életteréről. De hát odáig még valószínűleg sok víznek el kell folyni a Dunán. Mi viszont azon leszünk, hogy ez a példa ez ne terjedhessen át más településekre, és megpróbáljuk ezt majd egy törvénymódosítás keretén belül is, vagy egy indítvány keretén belül a parlament előtt tárgyalni, hogy egész egyszerűen vessen véget és vessen gátat annak, hogy mások erőszakosan elfoglalnak magyar településeket, hiszen egész egyszerűen egy kvótát kell erre bevezetni, és mondjuk 10-20%-nál ne lehessen több más nemzetiségű egy településen, hiszen akkor fennáll annak a veszélye, hogy előbb-utóbb az el fog magyartalanodni, és egy másik nemzet fog ott egy többséget alkotni.